százaléka kerül ebbe a rendelőbe? Az 1%-a ide föl a szájsebészeti része, tehát ők választják, ők félnek annyira, hogy inkább az altatást választják, és így kerülnek ide. El is mondtad, hogy akkor ez egy altatásos fogorvosi rendelő. Te vagy akkor a gyáváknak a fogorvosa, nem? Általában ezeknél a pacienseknél nem egy kis beavatkozásról van szó, pont azért, mert fél és elhanyagolta egyszer egy ilyen altatásnál egy csomó, sok munkát egymástól különböző munkát el tudunk végezni. Azt meg nem tudjuk, hogy egyáltalán van-e valamilyen problémám, de ahhoz, hogy eldöntsük, hogy akarom-e altatásba vagy ébren, azért ezt ellenőrizzük le. Jó. I just can't seem to find a way to leave the love behind. Volt bármi a számban, ami indokolná, hogy akár altatásban, akár altatás nélkül, de kezdjünk velem valamit? Van egy a bal alsó 8-as fogad, az utolsó az, ami nincs abszolút kint a szájüregedben, amin egy kis lágy rész van, ami indokolna esetleg, hogy azt kihúzzuk. Úgy néz ki, hogy az nem is fog előtörni, tehát ezt esetleg altatásba ki tudjuk húzni. Amit 8-as fognak hívsz, az a bizonyos bölcsesség fog, ami sokak életét megkeseríti. Így van, a legnehezebb hozzáférni, tehát ezért is általában kínozzuk úgymond a pacienst, hogy az asszisztensnőm jobban szétfeszíti a száját, ezért is például sokkal jobb altatásban. Most 100%-ra lecsült az oxigenizáció, tehát legtökéletesebb. Még kicserélődött mellettem az egyik jóképű fiatal orvos egy másik jóképű fiatal orvosra. Sok minden rám került, EKG, meg oxigenizáció mérő, meg közben mérjük a vérnyomásomat is. Ezek mind azt segítik az anesteziológusnak, hogy jól alszom-e, vagy lehet-e altatni engem, meg nem lehet? Igen, természetesen. Ezek az altatások azoknál elvégezhetőek, akiknek nincs súlyos kísérőbetegségük. Tehát ha igényel valaki altatást egy fogászati vagy implantológiai szájsebészeti beavatkozáshoz, akkor az első lépcső az az, hogy egy anesteziológiai vizitet tartunk, van erre... Ez azt jelenti, hogy teljes kivizsgálás, ugye? Tehát amikor az egészséges embert lehet... Így van, tehát egy teljes kivizsgálás. Sokan kérik azt, hogy ha nem is egy nagyon mély altatás, de legalább egy olyan úgynevezett szedációt, tehát egy vénás nyugtatást válasz, amikor ugyanígy spontán légzése van, ugyanígy fekszik, csak nem emlékszik ezekre a történtekre. Tehát akkor még lehet választani az altatás mélységébe is. Itt a paciensek spontán, mintha otthon szenderegnének itt a fogászati székben. Ez nagyjából azt jelenti, hogy kicsit még úgy észnél van, nagyjából emlékszik a dolgokra, de nem pontosan? Nem emlékszik semmire, mert ezek a gyógyszerek, amiket adunk, ezek kitörlik az emlékezetet gyakorlatilag. Időben rövidebb beavatkozásokról van szó, tehát itt nem kell olyan sokat bent tölteni a, hát úgymond kórházban. Tehát a rövid beavatkozásoknál nem kell benne aludni. We got to play these games.